Ou c'est... A polétres menni arrébb, mert nem látom a tévét. Van benne valami szar. Ne feledjék, kerüljék a belvárost, az Andrássy út este 8 óráig zárva a meleg felvonulás miatt. Meleg az utcán, meleg a stúdióban, meleg mindenütt. Hölgyeim és uraim, hallgassák az Alfa Rádiót, hallgassák a filmslágereket újra keverve itt az Alfa Rádió. We expected them to come for tomorrow only, but no problem. And I sent the car to the airport and I reserved them a beautiful 5-star hotel. In the afternoon, I showed them around the studios. I showed them everything, and and they can also watch the show Mila with Mila. You know the Zucker show. Yes, the afternoon show. Yes. Okay. So when they go away from here after this day, our Swedish friends, they will think this is the media paradise of Central Eastern Europe. There will be no problem at all. Okay. Okay. I call you when they are gone. Thank you. Bye bye, Betty. Mi? Ezt a várost. Nem tudom, hogy menjünk, hogy nekem előbb szólni, ha? Jó, mindegy. Megyek el. Van. Nem hiszem, mert egy nappal előbb jönnek. Hm? Egy nappal előbb jönnek. És? Mégis, miért nem tudnak nekem szólni, ha? Mit izgulsz? Sajátok már verszállnak. Mit mégis az én fejem van, nem? Én alkodom, nem vagyok ebben az egészben a legfontosabb, de én vagyok a legfontosabb. Akkor miért engem kell utoljára hívni? Nem értem. Mi az, hogy van? Mi van, hogy van? Csipőt kimaradt el azon. Csak emlél meg a jó? De az orvosokat azokat nem értem. Miért nem tudják meggyógyítani? Hát Amerikában már arcot tudnak cserélni. Tudja, amelyiknek lemart a... ennek a medvésnőnek. Születés előtt fölismerik, az meg se születik szegény. Hát nem. Csak valami BT meg KFT. A faszom tudja, cukor nincs itt semmilyen, meg valami kurva billentyű. Telefonszár. Mi? Hát nekem nincs erre időm, nem érted? Faszom. Ja, hogy belő? Oké. Okay. Ne. Hagyjál nekem izét. Masszak van fel. Ne szórakozz! Faszom, nekem kell mászni ezt a kurva falat. Nem hiszem el, bazd meg. Na, ez kell. Hogy valakinek felesége van, meg gyereke, az hogy tud bebuzulni, azt... bekapcsol a gén, vagy hogy öröklődik, vagy valami fertőzése, ez fasság. Ugye akkor se kell üvöltözni, meg végigvonogatni a városon, nem? A többi beteg se csinálja. Táncolhatnának a rákosok és a kamionon, nem? Ezt mégse táncolnak. Tessék, Alex. Bent vagy már? Jó, figyelj, ők is bármelyik pillanatban érkezhetnek, én viszont késni fogok, mert megint szétszedik ezt a kibaszott várost. Mi? Úgy volt, hogy csak holnapra kell. Ötesd le őket a büfébe, vigyél neki kávét. Nekem nem érdekelnek a statiszták, bazd meg, majd várnak már máshol. Vidd el őket az első emeletről. Tudod, a szépeket, a csinosokat, a fiatalokat tartsd ott, két díszletnek, és az öreg zombikat, azokat küld el a pucsába, faszba, jó? Így van, sietek, mindjárt ott van, ülj le velük, dumálj, kávézatok.
Nem tudok svédül. Angolul is csak minimálisan tudok, de az nem jó semmire. Na mindegy, mert megoldott az meg, hát szórakoztasd őket, énekelj nekik, nem érdekel. Mindjárt ott vagyok, jó? Ciao. A statiszták kint várakozzanak. Hányszor kell még elmondani? Nem vár a lábadatod asztalon, mert nem otthon vagy, az eszem megáll. Krucikám, kis szíved, ott tekeredik a slag a bejárat előtt, és ha valaki pofára esik, a bálkultra tekeredjél. Mi ez a kukleráid? Úgy nézzek ki ez nekem, mint egy öcsillagos stockholmi szálloda, megértetted? Átöltözök és le fogom csekkolni. Az eszem megáll. Mindenki megy el a dolgára. Az eszem megáll. Taxis köcsön. Tudom, hogy miért jöttek hamarabb. Azt én is szeretném tudni. Azért jöttek, mert akarják a bizniszt. Ilyen kurva egyszerű. Most még fönt vannak az elnöknél, utána pedig, ne érd meg Milán, minden rendben lesz, beülnek a stúdióba a cukorsót megnézni. Az sem véletlen, hogy miért. Nem? Nem tudom még, hogy hova ülnek, vezérlő, majd stúdió. Persze. Legyen ott monitor, legyen ott kávé, sütő, amit kérnek, minden legyen a helyen, jó? Oké. Okay. Nagyon profi. Nyugat-európai televízió. Szolgált Médiaking Kft-nek hoztam. Ott a büfécsajt. Fruzsi, légy szíves, vedd át a fiatal embertől a küldeményt. Azért a cukorsó. Mert a talkshow az meg a világon mindenhol ugyanúgy készül. Azért választották ezt a műsort, mert le tudják mérni, hogy mi hol tartunk. Minőségben, produkciós minőségben. Ha itt a CNN, mi hol vagyunk? Itt várnak minket lent a picsában. És mit fogunk nekik ma mutatni? Hogy itt vagyunk föntben. Főnök, egy picit toljunk az engázsimon, mert hogy be van fagyva négy Alex, éve. Alex, nem. Ha ez össze, nem kell soha többé erről beszélnünk. Jó. Akkor meg vagyunk. Oké, oké, oké. Így. Oké. Okay. Okay. Ja, nyilván meg tényleg nem is tudom, hogy miért kell. Oké, okay, rendben. Nem, szarni, nem, 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 hát 4000-et megcsináltunk. Te mindig jó vagy, jó? Te mindig jó vagy. Te nem beszélve róla. Ugyanazt csinál. Ugyanazt csinál mindeddig, jó? Oké, okay. Alex. De nem tudod, hogy a style az mindegy, tök mindegy. Sanyikám, csináljuk meg, nem? Oké, csináljuk. Kurva jó témáink vannak, mit a témáink mutatjuk? Három téma van már a tervezve, van egy családos, van egy emlőséget, egy cigányos. Család, jó, cigány. Család. Család. Oké? Akkor család. Jó, családdal kezdünk. Bemész oda, belemászol a témába, kitéped a kibaszott lelküket azoknak a prostoknak, jó? Oké, és történjen valami abban a stúdióban, ma mutassuk meg azoknak a svédeknek, hogy mi profik vagyunk, jó? Oké? Oké, oké. Ez igazi tejba. Fruzsi, szója tejet kértünk. Misilés megvan? Rendben van. Igen, te nem lehetem majd kimenni, befelé. Nem az panikám, mi van, nem tudnál aludni. Gyertek, gyertek! Jó reggelt kívánok. Szevasz, Krisztián. Látom, nem sikerült a fogyókúrád. Jó reggelt. Sanyika, ne fetrengél a díszletben, az nem a tiéd, hanem a nézői. Drága kollega úr, otthon aludjon. Gyorsan csípjél meg egy helyet, üljél le! Gyerünk, gyerekek, gyerünk, gyerünk! Taps felvételt szeretnék csináltatni! Gyere már, gyere már, gyere már! Ülj már le, mit tojóztok, gyerekek? Alex, figyelj, csinálunk el! Ó, szevasztok, jó reggelt! Tegnapi adás lesz, csak a vége. Gyertek a kamerára, srácok, mindennyi. Tényleg a picsába. Kína büfébe be lehet nyerni. A reggeli anyám. Ja, Ancsikám, bazd meg, be fog jönni a főnököd és leszobja a fejemet, bazd meg. Kész vagyunk, Ernők, Robert. Jani? Magva jó. Jó, figyeljetek, csak egy kamera van. Oké, okay, mi kész vagyunk. Tökön települ az jó, egész. Jó, ne parázzál. Most fogunk belépni a stúdióba, itt vagyunk már. Ha gyere, apám, csináljunk egy Oscar gyanús felvétel. Nézőtér csituljon el. És egyes kamerába fog dolgozni. Vezérő, kérdezem, egyes kamerán van operatőr? Mehetünk? Jó. Add ide a rágó. Köszi. Jó. Figyelj, felvétel lesz, készülünk. Milán mehet? Figyelj. Tessék! Ma is megbizonyosodhattunk róla, hogy milyen fontos és hogy mennyit számít az őszinteség még egy ilyen nehéz sorsú családban is. Köszönjük, hogy ma is minket választottak, elérhetőségünk továbbra is www.cukorsó.hu. Észrevételéket pedig írják meg a cukorsó. Jó, még egyszer, figyelj! Tessék! Egész? Nem kell, előről gyerünk.
Elérhetőségünk továbbra is www.cukorsó.hu, észrevételeiket pedig írják meg a cukorsó@tv1.hu-ra. Ne felejtjék, CZ! Oké, gyerekek, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Oké, Milán mehet öltözni. Fiúk, álljunk össze, korrigáljatok. Minden oké volt? 5 perc nagy gyerekem. Köszönöm szépen, megvettük. Milán mehet öltözni az egyes felvételhez. Mindenki marad a helyén. 10 perc múlva folytatjuk a felvételt a rendessel. Now I'm going to show you the real diamond, as we call it. It is two brand new high-tech studios, super Western European production quality facilities. They were built in 10 months from signing the contract to building. That is 10 months of time, really fast. Those are beautiful shows. And 2 million euro investment, which is, I don't know how much in crowns, it's a lot of money. And now we're gonna go to the left and I will show you. You will be absolutely impressed. Watch. Igen, 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 persze. Persze, kicsik ilyen pelus és alkoholmentes, és hogyne, hogyne. Csillagom, hagyjuk ezt egy picit most, jó? Köszönöm. Munkások? Dolgoznak? Because this is Americans left all the stuff here. Here you can see the set construction workshop that I showed you before will be right here. Uh-huh. And here, as I said, don't bother. It's every production wants different offices and editing rooms. Go ahead, I can show you much more. Ha-hú! Ez az. Tapsot kérek. Egy kis méltatlankodás. Nagyon manéros, még egyszer újat. Jó, egy nagy tapsot. Egy lágy bárgyú mosoly. Még bárgyú. Ne vele foglalkozzál. Foglalkozz az ikerasokkal. Kagyma. Nyugodj már meg, mire hazajössz, kés lesz a gyeped. Jó van, drágám. Jó, kicsike. Jó, szia, buszi, buszi. Öregszem. To the right side, you will see here this door, you will see an extra waiting room for 150 extras, if you need. And now comes the big surprise, we're planning a wellness part too. Just go ahead, I'll show you. Det är IKEA-möbler överallt, såg du? Mm, han sa att det var från USA. Vezérlő, gyerekek, készen vagyunk? Figyelem, gyerekek! Jöhet a nagy fény, bejövetellel kezdünk, majd jön most a Milánhoz, jó, első vendég jön, majd egy csaj lesz az első fotelba, beköszönés. Oké, rendben van, szólok neki, nem is kell, mert már itt. Alex, figyelj, Milánkán, főcím pozícióba légy szíves. Csitulj el, figyelj! Figyelj, álljunk össze! Figyelj! Hajrá. Figyeljetek, kezdés lesz! Tessék! Hölgyeim és uraim, önök a Cukorsó adását látják. Az önök képernyőjén most is, mint mindig, a műsor állandó házigazdája, Cukor Milán. Jó napot kívánok, kedves nézőim! Önök a Cukorsó negyedik évfolyamának 22. adását látják. Mai témánk, ma rendbe hozom a családomat. Lenne, hogyha nem lenne kontaktos a kibaszott fülesen. Ha, Gabi? Kérek szépen egy technikus, nézze meg a műsorvezető utasítóját. Alex, vidd ki a robot fejű csajt, ott van a pont, igen, pont a, igen, figyelj, amit látok. Figyelj, ez nem szép színű ez a poló, cseréljetek helyet, legyetek szívesek a türkiszkék csajjal, ezzel a bikavadító pirossal, meg mennyi oda föld, te gyere, légy szíves oda le, ellenőrizzük le. Milán, rendben van az utasítód? Igen. Jó, rendben van. Jó, forog a felvétel, nem álltunk le, ne essünk szét, figyelj, és tessék! Mai témánk, ma rendbe hozom a családomat. Elsőként érkezzen Erzsébet, aki 6 éve nem találkozott bátyjával. Álljunk le! So you have seen everything from the studio complex, our facility here, the studios, you have seen the tennis court behind the building, and here the where the wellness will be built that I told you about, so we'll be able for super international level for super productions. Last week we had here super production with a superstar Jean Reno, for example. Who? You know, Jean Reno. Jean Reno, no? No. Yes. Yes, Jean Reno was here, for example, and we have much more to come. So this
is your ticket to Central European media market for us. Now we have a little time. You can meet some members from the management, and then comes Cukor Show felvétel. Egyes ajtóba jön be, első csaj, első fotelba leül a Milánhoz. Alex, okosan, ügyesen, Krisztián néz érességet, ne pöcsöljünk már annyit. Jelben van az egyes vendég, mehetünk tovább. Figyelj! Figyelj! És jön az áldozat. Tessék! Mai témánk, ma rendbe hozom a családomat. Elsőként érkezzen egy hölgy, aki 6 évvel ezelőtt elszakadt a bátyjától, és most ismételten visszaolvasztaná a családjába. Vajon képes-e egy család újra családdá válni ennyi elvesztegetett év után, illetve a felnőtt emberek meghozzák-e a szükséges döntéseket, hogyha a helyzet úgy kívánja. Tehát akkor jöjjön Erzsébet, aki 6 éve nem találkozott bátyjával. Szervusz Erzsébet, köszöntelek a műsorban. Szervusz Milán. Erzsébet. Édesanyád folyamatos ápolásra szorul, te egyedül próbálod megoldani a gondokat. Hogy maradtatok magatokra? Hát mi eleve apa nélkül nőttünk fel, úgyhogy nekem tulajdonképpen a bátyám volt az apám helyett is az apám. Uh-huh. Hát tulajdonképpen először a bátyám kapcsolata romlott meg az anyánkkal, hogy pontosan miért azt nem tudom. Úgyhogy a bátyám 6 évvel ezelőtt hirtelen eltűnt, és azóta én kettesben élek az anyámmal. Értem. Ugye jól tudom, hogy édesanyátok nagyon beteg. Igen. Mi a pontos betegsége? Hát ő pont akkor kezdett rosszul lenni, amikor a bátyám elment 6 éve. Igen, nekem ide az van írva, hogy valami pszichoszomatikus. Igen, neki egy ilyen pszichodramatikus jellegű betegsége van. Mik a tünetek? Hát az elején csak ingerlékeny volt. Aztán elkezdett romlani a hallása, majd voltak egyéb más jellegű tünetei is. Uh-huh. Aztán hordozgatta a ruháimat, fölvettem, mert az elején még szeretett éjszakánként elcsászkálgatni, aztán mehettem utána keresni, de most már ágyhoz van kötve. Hogy esett ez neked? Hát egyre nehezebb, mert hát ugye egész napos ellátásra szorul, tehát haját mosom, körmét vágom, cipőfűzőjét kötöm, meg minden mást, amit el lehet képzelni. Meg hát tulajdonképpen mióta így maradtam az anyámmal 6 éve, nekem azóta normális kapcsolatom férfival nem volt. Tehát én éjszakánként kocsikba találkozgatok, mert hát ugye haza nem vihetem. Aztán mióta egész nap vele kell lenni, ez 1/2 éve van, így azóta én dolgozni se tudok, tehát segélyeken élünk, viszont a segélyek 80%-a meg elmegy a gyógyszereire. A vérnyomására, cukrára, meg minden más tünetére. A gyógyszereket meg viszem be a kórházba, mert most ott van, és oda is járok be minden áldott nap. Ezen felül milyen a kapcsolatod édesanyáddal? Hát úgy mondhatnám, hogy kiegyensúlyozott. Kisebb surlódások azért előfordulnak? Hát apró cseprő, de megvagyunk. Hogy Isten, bántottátok is egymást? Nézd, Milán, hogyha te a nap 24 órájában össze vagy zárva valakivel, aki teljesen ki van neked szolgáltatva, ráadásul az még az anyád is, akkor előfordul, hogy nem tudtok gátat szabni az indulatoknak. Értem. Erzsébet, mesélnél nekünk Gyuláról? A bátyádról, hogy milyen volt ő még mielőtt elment tőletek? Hát nekem róla csupa jó emlékem van. Mi nagyon jó testvérek voltunk. Nagyon sokat olvasott, nagyon okos volt. Mindenre tudott válaszolni. Mindig ő vitt az iskolába. Aztán ugye, mivel nagyon okos volt, fölkerült a fővárosba, egy ilyen tudományos iskolába. Igen, nekem ide az van írva, hogy orvosi egyetem. Igen, mert ő csillagász akart lenni, és már akkor jött az eszembe először, hogy mennyire hiányzik, de akkor még így hétvégente hazajárt, és akkor együtt voltunk, és az jó volt. Valójában miért jöttél te ide? Mit is vársz tőlünk? Hát én azt szeretném, hogy legyen újra egybe a család, mint annó. Szeretnék találkozni a testvéremmel. Mert én már 6 éve csinálom, Milán. Nekem 6 éve nincs életem, nincsen magánéletem. És egyébként is azt gondolom, hogy egy fiúnak kötelessége szerepet vállalnia, mint egy családfőnek. Erzsébet, tudod, hogy él ő most? Hogy arra gondolok, hogy van-e családja, vagy esetleg magányosan él?
Hát én erről nem tudok semmi konkrétet, de... Konkrétet anyukkal. Jaj, úristen, meg is még kik jönnek ma még, bazd. Kik jönnek. Szokásos. Jaj, Istenem. Figyelj te. Hello, főnök. Hello. Figyelj, köszönjük szépen. Konferálja a következőt. Ugyanaz a bejárat. Neked jön majd Alex nagy tapsal, kezdünk. Figyelj, ugyanaz a bejárat. Milán. Minden oké. Érkezzen akkor mai műsorunk következő vendége Nóra, akitől talán többet tudhatunk meg Gyulán. Megnézem, hogy a kettes vendég jelben van-e. Most döntsd el, ki a hülye. Nem én vagyok. Felkészülés a hülyék gyülekezetére. Készen vagyunk, mehetünk tovább. Figyelj! Tessék! Szintén a már említett férfihoz tartozó nő, Nóra. Szervusz, Nóra, köszöntelek a műsorban. Nóra, ismered az itt ülő hölgyet? Nem. És te ismered Nórát? Nem. Nóra, te milyen kapcsolatban állsz Gyulával? De együtt élünk. Együtt éltek, tehát élettársi kapcsolatban vagytok. Mind a ketten nagyon közel álltok az említett férfihoz. Mégis hogyan lehetséges, hogy nem is hallottatok egymásról, Nóra? Gyuszi nem szokott így magáról beszélni. Ha nem is kérdezted soha a múltjáról? Mit kérdezgessem, ha valaki el akar mondani valamit, gondolom elmondja. Ha, igen. Tehát akkor Erzsébetről sem hallottál, ugye? Én nem tudom, hogy kicsoda, de ha egy valaki lenne, se hiszem, hogy túlságosan fontos lenne, erről a tudnom. Hát azért lehetne egy kicsit kedvesebb. Miért is? Vagy mi van? Nem kell olyan nagyra lenni, láttam én már ilyet, más is megjártam el. Erzsébet, kérlek, hogy fogalmazz egy kicsit pontosabban, mire gondolsz? Lettek már Gyula miatt öngyilkosok. Hogy mondod, hogy lettek már a Gyula miatt így öngyilkosok? De hát kik? Egy nő. Egy nő? Együtt élt a Gyulával, a Gyula megcsalta, elhagyta, akkor a nő megölte magát. Pedig terhes is volt, csak úgy mondom. Pedig az a nő az egyedül is gazdag volt, nem volt rászorulva senkire. Gondolom, itt most nem ez a helyzet. Hát pedig pontosan, hogy ez a helyzet, Erzsike. Erzsi, jó? Jó, hát ha a szebb. Szóval még mielőtt kiokoskodnád, hogy szerinted mi a helyzet, a Gyuszi belőlem él. Én dolgozom, én fizetek mindent. Ne esd szét, hallod? Vissza a bebikére. Két ilyen nőt, bazd meg. Fog meg őket, kérdezz bele. Figyel. Van egy... A nőnek egy sérült gyereke. Kérdezz meg a gyereket. Nóra, ugye van egy közös gyereketek is? Igen, igen, van. Na, ez az. Közeli. Ez kemény. Zadi, kösz. Veletek él? Szép. Tehát vagyunk. Nem. Szép, ez az Milán. Ő egy intézetben él. Egy kórházintézetben. Neki van egy születési rendellenessége. Úgyhogy ő 24 órás ellátásra szorul, amíg él. És az bizony igen sokba kerül, Erzsébet. Az orvos, a gyógyszer, meg minden. Terhes a nő, tudod, ott a papírodon, néz rá. Ráadásul ugye most még több pénzre lenne szükségetek, ugyanis újra állapotos vagy. Tehát, ha jól értem, akkor van itt egy férfi, aki másra költi el a saját pénzét, meg a tiédet is, miközben gyermeketek súlyos betegen kórházban fekszik. Megtudtuk Erzsébettől, hogy az édesanyjával is hasonló a helyzete. Meg tudod egyáltalán mondani, hogy miért vagy vele? Én vele élek. Ah, értem. Tehát szükséged van rá. Úgy tűnik, hogy ezzel nem vagy egyedül. Ez még mindig a cukorsó, két eddigi vendégem Erzsébet és Nóra. Még mindig nem Gyula, hanem egy barátja, egy sikeres vállalkozó, Imre Béla a következő vendég. Megnézem, hogy a vendég jelben van-e. Jézusom, menjél már hátrébb. Ha ide figyelj, bemész a stúdiótérbe, innen számolva a negyedik székbe leülsz. Negyedik. És azt mondod, amit megbeszéltünk, oké? Okay? Oké, figyelj, jön a hármas, tessék. Jön a szereplő, figyelj. Na, megyek. Ó, gyerekek, bravo. Miért van szó, hogy a 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 szó, hogy
Gyerekek, honnan szedjük ezeket a vágóállatokat? Szervusz, Imre. Köszöntelek a műsorban, kérlek, hogy foglalj helyet. Szervusz, Milán. Én is köszöntelek a műsorodban. Örömmel tölt el, hogy itt lehetek. Mindig nézlek, nagy rajongód vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Imre, kérlek, hogy foglalj helyet. Kérlek. Gyerekek, szóljatok már ennek a parasztnak, hogy tegye le azt a virágot. Ez a nagy kertész műsor. Figyelj, Milán, szólj már neki, hogy azt a bokrot vigyél az arc elől, mert nem látjuk azt a... Ez nagyon vicces, bazd meg, hogy kitakarja a fél fejét, nem azt a kibaszott rózsát akarom látni, hanem ennek a palfasznak a fejét. Koncentrálj meg, jó? Esetleg meg... Tennéd, hogy egy picit lejjebb veszed a rózsát. Azt hiszem, hogy a nézőknek is jó, hogyha látják az arcod. Rózsánál tartunk, akkor elárulnád? Imre, hogy kinek hoztad ezt a rózsát? Nézd, Milán, én ezt még nem akarom felfedni, majd ha elérkezett az idő, akkor odaadom annak, aki erre érdemes. Imre! Milán! Imre, jól tudom, hogy Gyulával nem csak baráti a viszonyotok, hanem üzlettársak is vagytok, vagy esetleg netalántán rokonok is? Milán, az az igazság, hogy én egyéni vállalkozó vagyok, a húsipar üzemágban dolgozom, így tehát nem állok rokonságba a Gyulával, és egyébként ingatlanban is foglalkozom, ingatlannal lakásokat adok ki, filmeket lehet tőlem venni, mert van egy videótékám, meg támogatom a helyi futballcsapatot is, és mostanában van egy új üzlet tulajdonképpen. Mobil WC-ket szoktunk különböző rendezvényekkel. Jó, rendben. De csak hébe-hóba. Hébe-hóba, köszönöm szépen, Imre. Mégiscsak inkább maradjunk Gyulánál, jó? Te hogy ismerkedtél meg Gyulával? Tulajdonképpen én nem a Gyulát ismertem meg először, hanem a Nórát ismertem meg tulajdonképpen először, és a Nórán keresztül ismerkedtem én meg a Gyulával az ingatlanon keresztül, mert én tulajdonképpen mindenben segítem, igaz? Mindenben segítem a Nóráikat, amiben csak tudom, amiben meg nem, ugye azt, hogy máshogy kell megoldani. Igen, értem, és honnan ismered a Nórát? Általános iskolai osztálytársak voltatok, vagy egy hirdetés alapján? Igen, igen, Milán, az igen. Az igazság, hogy tulajdonképpen nem az általános iskolán keresztül ismertem meg a Nórát, hanem az ingatlanom kapcsán, amikor én kiadtam neki az ingatlanomat, és akkor ő később ugye a Gyulával, hogy ők találkoztak, és akkor megkérdeztek engem, hogy oda, és akkor én mondtam, hogy természetesen, mert... És akkor így ismertettem meg a Nórával, és hát közeli jó viszony kerek. De csak rövid ideig. Aha, Nóra, mesélnél nekünk egy picit erről a viszonyról? Hát én ilyenre nem emlékszem. Te minek neveznéd azt, ami köztetek volt? Milán, hát az igazat megmondva én... udvarolgattam a Nórának. Imre, szexuális kapcsolat volt köztetek? Hát nem 100%. Hát nem 100%-ig? Nem. Nóra, mesélnél nekünk egy picit ezekről a százalékokról, hogy... Ember emlékezet óta kizárólag főbérlő a bérlő viszonyban, és ezt az Imre Béla pontosan tudja. Aha, értem. De te ugye azért, ha jól veszem észre, elfogadtad az Imre által felajánlott lehetőséget. Nem esik jól, ha egy kicsit foglalkoznak vele. Oké, még egy picit nyugodtad. Milán, hát tulajdonképpen azóta is ott él az ingatlanban, mióta. Apropó albérlet, Erzsébet éppen lakást keres. Imre, nem lehetséges, hogy itt a megfelelő alkalom a segítségre? Ingatlan kérdésben a jelen pillanatban nem áll módonban külön dolgokat, mert tessék? Kérem, Nóra? Kérdése az egész. Mit értesz az alatt, hogy szándék kérdése az egész? Esetleg azt feltételezed, hogy Imrének van kiadó lakása, de mégse ajánlja fel valamilyen oknál fogva Erzsébetnek? Az igazság, hogy... Én nem szoktam segítséget kérni, tehát tényleg nem szokásom, úgyhogy nekem is elég kínos ez a szituáció, de az az igazság, hogy én olyan helyzetbe kerültem, hogy én bármi nemű jellegű segítséget, én köszönettel, én rászorulok. Nos, Imre? Milán, mint mondottam volt, én nem szeretnék felelőtlen ígérgetéseket kibocsájtani magamból, és jelen pillanatban nem áll tudomásom, van, hogy az ingatlan, de majd megnézem neked, és akkor ráreagálom.
Értem, jó. Kérem. Jó, köszönjük szépen. Kérem. Imre? Milán. Oké, megállunk. Jó, állj meg egy pillanatra. Kérek szépen sminkes a műsorvezetőre. Álljál fel egy picit, légy szíves, megállítom. Állj fel egy picit, légy szíves. Picit állj fel, csak megazítom a mikroportodat, jó? Köszönöm szépen. Készen vagy? Készen vagyok. Jó, próbáld meg kibírni röhögést. Kész vagyunk ide lent. Figyelj! Imre, kérlek, ne használj már ilyeneket, hogy ráreagálok, meg hogy leszögezem a mellett ülő hölgyet, mert ezeket nem így és nem itt, jó? Imre? Milán? Imre, tudsz akkor valamit felajánlani Erzsébetnek? Majd megnézem, mit tehetek. Köszönöm szépen, Imre. Imre, megint próbáljuk meg visszakanyarodni Gyulához. Te milyen embernek ismerted meg őt? Milán, az igazsághoz az hozzátartozik, hogy én vadászó ember vagyok. A vadászás a hobbim, vadászgatással töltöm az időt. Imre, vadászol. Pontosan. Vadászok, és tulajdonképpen én szokattam rá a Gyulát is a vadászatra. Mert együtt söröztünk, és akkor megkérdezte, hogy mivel töltöm az időmet, és akkor mondtam neki, hogy... Ott sörözés közben, igen, hogy... Igen, és akkor mondtam neki, hogy vadászol. És akkor ő kérdezte, hogy jöhet-e. És akkor mondtam, hogy természetesen, de képzeld el, hogy ott ül a telepjáróba, és fejlámpázik. Mit is jelent pontosan? Hogy olvas, nem fog fegyvert. Fejlámpázott olvas, képzeld el. Elmentek együtt vadászni, ő nem lő az állatokra, hát ül a kocsival, és olvas. Úgy higgyed el neked, hogy mondod, de egyébként rendes ember a Gyula. Csak olyan, hát olyan furcsa. De van neki olyan kisugárzása. Aha, értem. Olyan kisugárzásos ember. Köszönöm szépen, Imre, nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettél. Érkezzen akkor mai műsorunk várva várt vendége, Gyula, akinek különleges kisugárzása van. Szervusz, Gyula, köszöntelek a műsorban. Gyula, nagyon sok minden elhangzott itt már, de én mégis azt gondolom, hogy a te életedben most az a legfontosabb dolog, hogy hogy bírod, hogy a gyereketek erős fogyatékkal él, illetve hogy viseled, hogy csak nagyon ritkán láthatod? Nehezen. Milyen gyakorisággal találkoztok? Körülbelül 2-3 hetente. Aha, tehát hogyha jól értem, akkor a napi rutinban nincs benne a gyerek? Nincs. Kérdezhetnék valamit, hogy ti miért nem üdvözlitek egymást Erzsébettel, mióta is nem találkoztatok? 6 éve. Igen, egy kicsit több, mint 6 éve, igen. Szia, Bözsike. Szia. Most az a telefon? Igen, telefon van, gyerekek. Telefon, figyeljetek, készülünk a telefonbeszélgetés a mutterjával. Nem a kórházas telefon jön most, mert ez van az adás, mert nem mondjuk. Kórház, mutter, ugyanaz, bazd meg, a mutter kórházban fekszik, nem érted? Ide van írva. Gyerekek, szóljatok, ha megvan, Milán. Telefonod van. Nos, ha jól látom, akkor ez megtörtént. Gyula, egy kedves meglepetéssel szeretnénk neked szolgálni a mai műsorban. Bekapcsolunk egy telefonhívást. A vonal végén édesanyád lesz, akivel ugyancsak 6 éve nem beszéltél. Most jó? Jó, meg vagyunk. Megvan, mehet a telefon. Szép, megy is. Jó napot kívánok, Cukor Milán vagyok, a Cukorshow-ból özvegy, Bertalan Lajos nét keresem. Én vagyok. Róza néni? A vonal végén Gyula egyszem fia, akivel 6 éve nem beszélt. Most itt a remek alkalom. Most hall engem? Igen, igen, hogyne. Szia anyám, hogy vagy? Gyere haza hozzád, Gyula. Nem tudlak most idehozni. Hozzád, Gyula. Vigyél haza magadhoz. Nem tudlak most idehozni, anyám, majd küldök pénzt. Nem kell pénz. Kórházban vagyok. Igen, tudom anyám, hogy kórházban vagy, majd beszélek az orvossal, meg már különben beszéltem is vele. Nagyon rég láttalak. Igen, tudom, anyám, 6 éve. Hallom, hogy nem élt tisztességesen. Gyula? Erzsébet? Egy fiúnak kötelessége segíteni az anyján. Ne sírjál, Bözsike. Ne sírjál, Bözsike. Nem tudom, mit akartok még tőlem. Tényleg nem tudom, hogy mit akartok, hogy mit csináljak. Nem tudom.
Mindent ott hagytam nektek, Bözsike. Milán, ott hagytam egy lakást. Ott hagytam az apám teljes hagyatékát. Én nem tudok ebben. Igen, és ott hagytad az anyánkat is, akit 6 éve én ápolok. 6 éve lóg a nyakamon, szívja a vélet. Hol van az anyja, ha volt? Erzsébet, Erzsébet, édesanyád még a vonalban van. Gyula, nem vagy jó ember, fiam. Reklám lesz, nézesnek a végét. Reklámnak nagy taps lesz a végén, Alex, figyelj. Jó, nagyon szép. Egy lekonfod lehet? Nos, bevallom, hogy 6 évnyi csend után nem erre számítottam. Ez még mindig a cukorsó. Egy rövid szünet után folytatjuk. Kérem, hogy maradjanak velünk. Szünet. Oké, megvolt. Köszönöm szépen, álljunk meg, álljunk meg. Alexnek mondod, hogy énekelhet. Tudod azt az izényet? Énekelj. Függönyösen. Szeretem. Alex, énekelheted a függönyöst. Énekelhet. Dobjunk egy kis zenét, és egy kis hangulatot jelünk. Gyerekek, ne menjetek messze, jó, folytassuk, mert még kettő van. Sem jó lesz a műsor, már öreg tűzrendén. Idő sem látod, jobbat sehol. Menjünk még, menjél mi. Tév a könny és izgalom, szellem marad szárazom. Kedves kérdők és hallgatók, nálunk minden szép és minden jó. Itt van hagytárok, látható. Rajtad kettődték, hát a sok. Tükötte! Basszátok meg, mindig 2 perc 30 van hátra ebből a kurva zenéből. Jó? Ennyit mindig csak ér. De rögjél! Álljunk össze! Szedjétek össze magatokat! Kérem szépen! Köszönjük szépen, Alex! Gyerünk, álljunk össze! Folytassuk a felvételbe! Figyelj! Svédekkel mi legyen? Mit? Mit mondasz? Hogy a svédekkel mit csináljon, azt kérdezi. Miért? Hogy ott ülnek vele. Stúdióban? Nem, igen. Akkor... Ültesem a... Jó, oké, mehetünk. Please. Ültesd le őket hátra. Please. Sit here. Ötödik fotelbe, ötödik szereplője. Oké, gyerekek. Tőlünk mehet? Kész vagytok? Igen. Gyertek. Persze, gyerünk. Igen, hármas kis megy a taps. Továbbra is mai témánk, ma rendbe hozom a családomat. Vendégünk Gyula és szűkebb családi köre. Azt kérdezted, hogy öngyilkos lett miattad egy nő? Gyula? Igen, ezt kérdezte. És ez igaz? Hát... azért ez nem ilyen egyszerű, Milán. Gyula, az igazság az mindig egyszerű. Jó, igen, ez igaz. De az igazságot ebben az esetben soha nem fogjuk megtudni, hogy mi volt, mert ez a nő meghalt. De ha egy párkapcsolatban az egyik fél öngyilkosságot követel, akkor lehetséges, hogy a másik félnek is köze van a dologhoz, nem igaz? Igen, lehetséges. Aha, tehát akkor? Ez az, ne engedd őket, ne engedd! Jó, akkor ne bonyolítsuk. Igen, öngyilkos lett miattam egy nő. Értem. Nóra, megkaptad a kérdésedre a választ. Gyula miatt öngyilkos lett egy nő. Mit szólsz te ehhez? Milán? Igen, Imre? Kérem, én arra szeretnélek megkérni, hogy most ne izgassuk már fel a... Én nem tudom, Béla, nem tudom, miért szólsz ebbe bele. Bocsánat. Miért szólsz ebbe bele, Béla? Azt nem tudom, hogy Imre Béla ebbe miért szól. Jó, bele. Ezt nem tudom. Milán. Jó, álljunk meg egy pillanatra. Jó. Nóra, az előbb feltettél egy kérdést. Azt kérdezted, hogy Gyula miatt öngyilkos lett egy nő. Gyula igennel válaszolt. Elfogadhatónak tartod ezt? Úgy látod, hogy ez így rendjén van? Nóra, ne haragudj, de itt vagy. Megálljunk egy pillanat. Jó, bocsánat, Milán. Igen? Én azt szeretném kérni, hogy ezen most lépjünk túl. Igen. Igen, Nóra? Tessék? Persze, lépjünk túl rajta. Igen, lépjünk túl ezen. Szoktad. Most ezen a nőn, most ahogy rajtam, ahogy most... Mónikán, aki van, de, azon Gyuszi, miért, ugye? Miért kell? Miért, hogy jön ide a Mónika? Gyuszi, de, Nóra, de könyörgöm, hogy jön ide? Lépjünk már túl rajta, nem? De lépjünk túl, csak nem értem. De hogy jön ide a Mónika? Azt magyarázni. Érdez rá a Mónikára, ne esünk szét. Tényleg belém marsz. Tényleg belém marsz, Nóra. Ki ez a Mónika?
Hm? Jó, mindegy, egy 17 éves kislány. Nem, miért mondasz igen? Olyat, ami nem igaz, Nóra? Mi nem igaz? Miért nem igaz? Hát ez nem igaz. Hát nem a Mónika 18 éves is régen elmúlt már. De nem mindegy. Én lovagolok rajta, Nóra. De nem mondj olyat, ami nem igaz. Az a helyzet, hogy én most nem értem, hogy miről van szó. És az a gyanúm, hogy a közönség sem. A műsor azért jött létre, hogyha esetleg valaki másnak hasonló problémája van, akkor rajtatok keresztül meg tudja oldani. Tehát, ki ez a Mónika? Mi közöttök hozzá? Hány éves? Hm? Na jó, tehát a Mónika az igen? A 18. életévét réges-régen betöltött fiatal hölgy, aki alattam dolgozik a nyomdában. Ja, és a Mónika most nálunk lakik. Gyula, jól értem, hogy te akkor két nővel élsz együtt? Igen. De hát Nóra, ti egy család vagytok gyerekkel, nem így van? Ez az. És ezt te elfogadhatónak tartod, hogy ti így éltek? Gyula, nekem úgy tűnik, mintha te nem szeretnéd megoldani ezeket a problémákat, amik téged körülvesznek. Nem érzed, hogy baj van? Nem érzed, hogy mintha egy rossz vágányon haladnál? Igen. Tehát igen? Ez az, amiben nem hiszek, Milán, hogy vannak jó meg rossz vágányok. Én ebben nem hiszek. Az ember az éli az életét, ahogy tudja, és én nem tudom, hogy mi az, amit nekem kellene változtatni. És nem, egyáltalán nem tudom, hogy mi az, amin én tudnék változtatni. Én vagyok, aki vagyok. Engem így kell szeretni, ahogy vagyok. Engem így kell hagyni, ahogy vagyok. Imre. Te, mint a család jó barátja, mit szólsz ez az egész történethez? Milán, engem még senki sem tájékoztatott arról, hogy hárman élnek már tulajdonképpen az ingatlanomba. Erkölcsileg vagy anyagilag érint inkább ez téged? Így van, pontosan, Milán. Mert szerintem nem ez az elintézési módja, már bocsásson meg a világi. Én Nórának adtam ki az ingatlanomat. Jó, köszönjük igen. Szépen, Imre. Jöhet a kis csaj. Jöjjön akkor a másik, a fiatalabb, az épp hogy felnőtt korú élettárs, Móni. Állj, a picsába, mi a faszom volt ez? Ki a hármas kamera? Megálltunk. Laci? Ja, 50 évet lehúztam az MTV-nél, az a Laci? Ja, szuper, bazd meg, és egy ekkora csomagot nem tud lekövetni. Mit kellett volna kislány izé kezébe adni? Mosógépet, egy bojlert, bazd meg, egy mamutot? Igaza van egyébként. Mondd meg a Lacinak, bazd meg, ha még egyszer miatta le kell állni, bazd meg, akkor húzhat a gecibe. Mehet a közszolgálati kurva anyjával. Alex, miért nem tudja? Nagy doboz van az operai kertény. Mit tudom én, mikor milyen doboz meg ajándékot hoznak be. Kérem szépen azt a dobozt. Add már ide azt a dobozt, fogd meg azt a dobozt. Gyere, légy szíves, be kell jönni még egyszer. Ezt nem hiszem el, apám. Ugyanakban a székbe kell majd leülni. Kurva dobozt. De meg ne pofász, hogy te hoztad ide nekünk azt a vénfaszt. Elnézést, főnök. Szerintem senki nem tudta, hogy van doboz. Felvétel előtt kell elolvasni. Készen vagyunk. Bejövünk, semmi gáz, mi éregek. Figyelj, felvétel, mehetünk. Tessék! Érkezzen akkor a fiatalabb élettárs, Mónik. Szervusz, Mónika, mit hoztál? A Nórának hoztam vissza. Ha jól látom, akkor köztetek nincs harag, ugye? Móni, te követted az eddigieket a titokszobában. Mit szólsz az elhangzottakhoz? Én nem tudtam, hogy a Gyulának van testvére, sose mondta. Meg azt sem tudtam, hogy az édesanyja kórházban van. És a Gyula nem szépen beszélt az édesanyjával, ugye, Nóra? És azt sem tudtam, hogy a Nóra megint babát vár. Móni, erősíts meg abban, hogy ti hárman. Tényleg együtt éltek? Igen, de nem úgy. De hogy nem úgy? Kinél? A Nóránál. Aha, és mekkora lakást képzeljek el? Kicsikét, én a fél szobában lakom. Aha, és te hogy kerültél oda? Nóra hívott oda lakni engem. A Nóra hívott oda? Igen. És szerinted miért hívott téged oda a Nóra lakni? Nóra? Gyula? Erre csak a Nóra tud válaszolni. Gyula, igazából nem tudom kristálytisztán elképzelni ezt az együttélést. Például hétfőn Mónival alszol, kedden Nórával, és aztán szerdán. Hogy is van ez? Nézd, Milán, nincs a menetrend kőbevésve. Nincs a menetrend kőbevésve. Igen, ez remek. Erzsébet, mit szólsz te ahhoz, hogy a bátyád így él? Nem túl tisztességes. Nem?
túl tisztességes. Hallod ez, Gyula? Nem túl tisztességes. Jó, akkor kezdjük az egész probléma kibontását édesanyádnál. Te tényleg 6 éve nem tudtál róla semmit? Dehogy nem. De. Azt is tudtam például, hogy kórházban van. Igen, és honnan? Felhívott egy régi csoporttársam az egyetemről. És tőle tudom. Ja, ugye, mert te orvosira jártál. Igen. De nem fejezted be. Nem fejeztem. Aha, értem. Tehát felhívott ez a régi barátod. Nem nevezném aki... barátomnak. Csoporttársak voltunk az egyetemen, ő azóta orvos lett, és nem tudom miért, valamiért emlékezett az én anyám nevére, és felhívott engem, hogy van egy ilyen nevű betege, és így tudtam meg, hogy az anyám kórházban van. Értem. Ha ez a régi csoporttársad nem hív fel téged, akkor te kerested volna az édesanyádat? Feltételes módban feltett kérdésekre nem tudok válaszolni. Aha. Ugye Erzsébetet sem kerested, hogy megtudd, hogy mi van az édesanyádokkal. Bizonyára ismered a pontos diagnózist? Igen, ismerem. Mert mondjuk ez nem kell orvosi egyetemet végezni, hogy az ember megállapítsa ezt a diagnózist az anyámra. Igen, tényleg esetleg én is oda mehetnék, és meg tudnám állapítani egyből, hogy édesanyádnak mi a baj? Attól tartok, igen. Igen. Elárulnád nekünk, hogy mi ez? Az anyámon tetlegességből származó, 8 napon túlgyógyuló, külsérelmi nyomok vannak. Kérdezd meg a csajt. Erzsébet, korábban már említetted, hogy voltak kisebb összetűzések édesanyáddal. Előfordulhatott, hogy meg is ütötted? Igen. Gyula! Mit szólsz te most ehhez? Hm? Nem tudom kárhoztatni a Bözsikét emiatt, az az igazság. Nem tudod károsztatni a Bözsikét emiatt? Tehát elfogadhatónak tartod, hogy egy fiatal, egészséges ember bántson egy idősebb, beteg asszony? Egy pillanat, én azt nem mondtam, hogy ezt elfogadhatónak találom, mert én ezt egyáltalán nem tartom elfogadhatónak. Igen? Én csak azt állítom, hogy én nem tudom károsztatni a Bözsikét emiatt. Tehát hogy nem tudod károsztatni a Bözsikét emiatt? Nem, esetleg tudom. Előfordult, hogy te is bántottad korábban édesanyádat? Egyáltalán nem erről van szó, Mila. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Én csak azt gondolom, hogy mivel hogy én jól ismerem a Bözsike nagyon érzékeny lelki világát, én azt meg tudom érteni. Én azt el tudom képzelni, hogy azokat a körülményeket már nem lehetett máshogy elviselni, amit egyébként az anyám valódi betegségének köszönhetünk. Tehát, hogy édesanyádnak van egy valódi, egy másik betegség? Igen. Ez micsoda? Alkoholista, Milán, alkoholista, évtizedek óta. Kis tőnyel, kicsit nyúzzuk. Egyébként ez az egyik ok annak is, ami miatt én otthagytam az anyámat. És már több mint 6 éve, Milán. Több mint 6 éve. Móni. Borzalmas dolgok derülnek itt ki. Te bemutattad már egyáltalán a szüleidnek Gyulát, vagy tudják ők, hogy te így élsz? Édesanyám 2 éve meghalt. Aha, és édesapád? Ő pedig 1/2 év múlva újra nősült, és az új feleségével külföldre költöztek. Ah, tehát akkor mondhatjuk, hogy őt is elveszítetted. Nem, mert húsvétkor én voltam 2 napot. Móni, hol éltél te ekkor, amikor a Gyulával összeismerkedtél? Kollégiumban. És miből éltél? Én a nyomdában gyakorlatoztam, és én érettségi után én ott azonnal állást kaptam, és én ott ismertem meg a Gyulát is, meg a Nórát is, és a Nóra akkor várta a Jancsikát is, amikor ügyesen ment, akkor én átvettem az ő helyét. De te tudtad, hogy ők együtt élnek, ugye? Igen, de a Nóra azt mondta, hogy köztük már nincs semmi. Micsoda? Nóra, igaz ez, hogy te azt mondtad a Móninak, hogy köztetek a Gyulával már nincsen semmi, de hát újra állapotos vagy. Gyula, hogy is van ez? Hát ez nekem újdonság. Újdonság? Nem tudtad, hogy a Nóra állapotos? Nem az az újdonság nekem. Nekem az az újdonság, hogy a Nóra, te azt mondtad a Mónikának, hogy nem vagyunk együtt. Ez Gyula, újdonság. De ha jól értem, akkor ugye te beszéltél a Nórának a Mónival való kapcsolatot? Természetes dolog. És akkor megállapodtatok, hogy egy nyitott kapcsolatban fogtok élni, ugye? Ja, nem volt ilyen megállapodás köztünk. Arról van szó, hogy nekem nincsenek titkaim a Nóra előtt. Egy dolog nem fér viszont a fejembe, hogy ti miért nem költöztetek el kettesben Mónival? Volt erről szó. Többször is. Igen? Igen. Igen. Csak? Csak ezt a Nóra minden alkalommal meghiúsította. A Nóra ezt meghiúsította? De hát hogyan? Egész egyszerűen megfenyegetett. Megfenyegetett, ráadásul önveszélyes módon. Nóra, ez igaz? Olyan van, hogy az ember kétségbe esik. Gyula, szerinted Nóra megtette volna? Igen. Még úgy is, hogy van egy közös gyereketek? Igen.
Úgyis, hogy újra állapotos? Igen. Igen. Nóra? Oké, 5 perc hasznos kell még. Ugye te ezt nem gondolod komolyan, hogy az öngyilkosság az bármire is megoldás lehet? Kis csajt is egy kicsit, nyúzzuk. Móni, te hogy kerültél oda a lakásba? Engem a Nóra hívott oda lakni. Mit mondott neked? Hogy légy szíves, Móni, gyere már ide egy kicsit és bújj össze a Gyulával, vagy nem. Hogy? Nem, az úgy volt, hogy a Gyula elkezdett nekem udvarolni a nyomdában, és utalgatott rá, hogy menjünk el, hogy költözzünk el innen. De mivel nekem Nóra barátnőm, én akartam vele tisztázni ezt az egészet. Ha értem, tehát akkor te mondtad ugye a Nórának, hogy a Gyulával viszonyod van. Igen, én már a legelején mondtam, és akkor erre a Nóra azt mondta, hogy legalább tudja, hogy velem. Ezt az egész helyzetet nem érezted furcsának, vagy szokatlannak? A Nóra azt mondta, hogy jobban teszem, hogyha oda megyek, hogy az mindenkinek jó lesz, mert nem bírná elviselni, hogy a Gyula elhagyja őt, és állandóan öngyilkossággal fenyegetőzött. Aha. És azt mondta, hogy a Jancsikának is apa kell. Tehát a Nóra neked is állandóan öngyilkossággal több alkalommal is. Hát Gyula, úgy tűnik, hogy ezek a nőtéket halálosan komolyan vesznek. 2009. július 20-án küldtél egy SMS-t Móninak, ami így hangzik. Nekem te vagy az élet, menjünk el innen, csak te meg én. Gyula, te ezt komolyan gondoltad? Igen. A Gyulát kérdeztem. Igen, amikor ezt írtam, akkor komolyan gondoltam. Aha. És most? 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 Most meg itt ülök. Hát igen, igen. Igen, ezt látjuk. Imre, mit szólsz ahhoz, hogy a barátod így él? Nagyon sokszor mondtam a Nórának, hogy hagyja ott ezt az embert. Mert a Nóra 100-szor, 1000-szer többet, jobbat érdemel. Én most nem magamról beszélek, Milán, mert... Igaz, hát én hányszor mondtam Nóra, hogy ott van a Homok utcában 3 vagy 4 ingatlanon, bármelyikbe beköltözhető van, és én mindenben támogatnám a Nórát, amiben csak tudnám, és hogy én nem beszélnék így a Nórával, én soha nem csalnám meg a Nórát, én nem viselkednék így ennyi ember előtt a Nórával, és én azt mondtam a Nórának, hogy azt a gyereket is odaveszem, és én szépen fölnevelem azt a... Te miről beszélsz, Béla? Miről beszélsz, Béla? Te nem tudod azt a gyereket, te egyáltalán azt sem tudod, miről beszélsz, te hülye gyerek. Nem tudod, hogy miről beszélsz. Hát te az életedben egyetlen egyszer látod már azt a gyereket? Látod a Jancsikát egyetlen egyszer az életedben? Nem. Azt mondd meg, Béla, hogy egyetlen egyszer láttad-e azt a gyereket, vagy nem? Nem láttam. Nem láttam, Milán. Na, nem láttam azt a gyereket, és akkor mi van? Nem láttad. Nem láttam, na. Béla, te szégyeld magad, jó? Szégyeld magad. Szégyeld magad. Milán? Igen, igen. Imre. Szerintem most nem ez a fontos. Ha nem? Én úgy érzem, hogy elérkezett a pillanat, hogyha... A rózsa. Ha lehet. Igen, hogyne. Persze. Természetes. Nóra, én arra szeretnélek téged megkérni, hogy hagyd ott ezt az embert. Nóra? Milán, akkor én csak azt szeretném megtudni, hogy miért. Nóra, el tudnád nekünk árulni, hogy miért utasítod el ezt az egészséges közeledést? Esetleg a külsejével van valami gondod, vagy Imre a múltban tett valamit? Én vele élek. Értem. Imre! Imre, nagyon sajnálom. Tökéletes, Milán. 2 perc is meg vagyunk. Király vagy. Milán, én most már semmit sem értek. Miért van az? Miért van az, hogy az ember mindig... jót tesz, jót akar, és akkor csak a gazemberség. Csak a gazemberség! Gazemberség! Komolyan mondom, nem tudom, mit csinálj. Imre, mit érzel? A hányás jön fel a torkodon! Ebben van a gyermek. Figyelj, semmi gáz. Hadd dühöngje ki magát a kicsit. Hadd dühöngje ki. De Alpári vagy. Én vagyok Alpári. Te mondod nekem azt, hogy én vagyok Alpári, mert bocsássál már meg. Én csinálok magamból hülyét. Te nagyon okos ember, te. Nagyon... Akkor Milán, Milán, miért? Te nagyon okos ember, Milán, akkor én azt szeretnék megkérni téged, hogy nagyon okos ember, hogy akkor azt mondd meg nekem, hogy mit jelent az a szó, hogy kölcsön.
Milán, benne van a szóban, nem? Hát ha te kölcsönkész, akkor visszaadod, nem? Nem szoktam, de... Ez egy nagyon okos ember, aki lehülyéz engem, meg lealpáriz, meg primitív, meg minden. Tudod, két éve én fizetem helyettük a villanyt, igaz, Nóra? Én fizetek mindent, az albélet sem pénzse, ez a nagyon okos ember, annyira okos, hogy az albélet pénzse fél éve nem adja oda. Én fizetek mindent helyettük. Nekem most már mindenből elegem van. Én tisztelettel, becsületem, megkérlek téged, hogy arra, hogy takarodjanak ki az albélet ebből most az egyszer, de mindörökben. Igen, értem. Imre, neved magadra ezt az egész történetet, nem veled van a probléma, ugyanis Nóra újra állapotos. Oké, rendben van, fussunk ki a végére. Nagy amplitúdóval működik. Agybérzésnek kapja. A kórházból van telefon. Jó van, Milán, fuss ki, engedd el, még hadd ki. A kórházból van. Gyerekek, ti hívtátok a kórházból. Erzsébetet keresik a kórházból. Kit? Azt mondja. Erzsi, Erzsi az egyes székben a csaj, nem? A nagycsöcsű, ő Erzsi. Mit akarnak? Hadd ide. Hadd már ide. Igen. Szaporítod a magyar, mi? Te nagyon okos. Tartsa, legyen szíves. Nehogy letegye. Bazd meg, tömmel, azonnal kapcsolod a telefont. Milán, telefon lesz, élőben kapsz a kórházból, most egy stárt, meg a nézők is, mindenki, meg a kamerások is jöjjenek velünk, azt akkor majd csinálunk ott egy nagy kamer, beszok, bazd meg. Jó, köszönjük szépen, Imre. Most nem úgy folytatjuk a műsort, mint ahogy eredetileg terveztük. Bekapcsolunk egy újabb telefonhívást. Kovács Kamilla vagyok a kórházból. Bertalan Erzsébetet keresem, az édesanyjáról van szó. Igen, mondja, hallja, amit mond. Erzsébet nem tudná esetleg bejönni most azonnal a kórházba? Nem tudok, nem vagyok otthon. Mikor tudna leghamarabb? Holnap. Történt valami? Egy pillanat türelmét kérem, azonnal adom a doktor urat. Doktor uram, Bertalan Erzsébet. Köszönöm. Jó napot, Erzsébet? Dr. Beck Vilmos. Tudunk beszélni? Igen. Erzsébet, sajnos rossz hírt kell közölnöm. Az édesanyja elhunyt. Fél órája beszéltünk. Igen, tudom, kb. Fél órával ezelőtt történt. A halál pontos okáról sajnos nem tudok még beszámolni. De holnap már többet tudok mondani személyesen. Nagyon sajnálom és részvétem. Kérem, adja át bátyjának is. Itt van még Erzsébet? Haló? Igen, holnap bemegyek. Várom, viszont hallásra. Én ezt most nem tudom folytatni. Zárd be, Milán, zárd be! Zárd be az egész műsort, zárd be. El fog köszönni, figyelj. Jó, mondjál, elköszön is, mondj egy tanulságot. Gyere vissza, légy szíves. Aláírtál egy szerződést, nagyon szépen kérlek, gyere vissza. Ne rakd vissza a mikroportot se rá, jó? Jó, csak kísérjétek vissza, csak annyit, hogy üljen végig. Jó, ha lejött, akkor folytathatjuk. Erzsébet, a te problémád és édesanyádé szomorúan, de megoldódott. Nóra, szerintem ezt az egész kapcsolatot Gyulával újra kéne értelmezned. Móni, szállj ki ebből az egészből. Gyula, téged olyannak kell szeretni és hagyni, mint amilyen vagy. Hát jó, legyen így, csak aztán nehogy a végén egyedül maradj. Imre, neked pedig nagyon szépen köszönjük. Ez volt a mai műsorunk, Milán, ivadunk. Bocsánat, csak én még szeretnék valamit mondani. Hadd mondja, mehet még, hadd mondja. Igen, hogyne, persze. A Gyulának szeretnék valamit mondani. Igen? Babát várok. Micsoda, hogy te is terhes vagy? A Gyulától? Nem voltam más férfival. Gyula, ha jól veszem észre, te ugye ezt nem tudtad? Én ezt nem tudtam. És te, Nóra? Igen, tudtam. Persze. Te tudtad? Igen. Móni, ez hogyan lehetséges, hogy a gyermek apja nem tud a babáról, a barátnőd viszont igen? Úgyhogy én megkértem a Nórát, hogy ne mondja el a Gyulának. Hogy legyen ez a mi titkunk. Aha. Mert a Gyula már hozzám se jár haza. De hát férfi ember nem kell otthon ülnie. Értem, ugye? Értem, Móni, akkor ugye a Nórával most már erősebb a kapocs köztetek, mint a Gyulával? Igen, mert én a Nórára mindenben számíthatok. És én ezt köszönöm a Nórának. Értem, hát Gyula, valljuk be, hogy azért ez ciki, nem gondolod? Hm? Csak azt tudom mondani, hogy ez, aki itt ül mellettem, ez nem ember.
Nora? Na, tehát aki megöli az anyját, az egy ember. Ugye, ember, jól, mondom, jól értettem, hogy aki megöli az anyját, az egy ember, ugye? Jól értettem, hogy ezek szerint, aki megöli az anyját, az viszont egy ember. Miről beszélünk, gyerekek? Miről? Ki? Miről beszél? És te, édesapám? Te hova akarsz kiukadni? Hova? Hogy ki kit szeret, ugye? Vagy ki kit nem szeret? Ne haragudj, én csak szeret. Ez az ember, az se tudja, mit jelent maga a szó. Ez senkit. Ez saját magát se szereti. De engem szeret. Úristen, miről beszél ez a kislány, Milán? Pontosan tudta, hogy terhes vagyok. Pontosan tudta, hogy terhes vagyok. És oda jött. Monikának ez a szeretet. Te mondtad, hogy menjek, hogy te is elmehettél volna. Te nem mentem el. Nem letérdelt, könyörgöm. Moni, egy perce nincs, hogy a Béla letérdelt. Mi van akkor, édes lányom? Mindenki letérdelt. Sem én, honnan veszed ezt a baromságot, Mori? Most mi most ki fogod találni az én életemet, Monika? Légy szíves, tényleg, találd ki az én életemet. Igen, nem vagy őszinte, de előre meggondolod, hogy mit fogsz tenni. Mert te nem gondolod meg előre. Meggondolom, csak nem előre. Mónika utólag gondolja meg, hogy mit csináljon. Felnőtt, nagykorú, ivarérett ember utólag gondolja meg, hogy mit csinál. Én értem, hogy miért nem szeret téged a Gyula. Hát, jó, akkor majd azt is megért, hogy az új barátnőjét miért nem szeret. Nora, nekem az a gyanú, hogy te azért hívtad oda magatokhoz a Mónikát, hogyha a Gyula megint esetleg eljárkál otthonról, akkor ne legyél egyedül. Én csak egyedül voltam. Nem volt hol lennem. A Gyula udvarolgatott nekem. Utalgatott rá, hogy menjünk el. Hogy költözünk el innen. Én nem. A Gyula már hozzám se jár haza. Lányok után fut. Tudom. De attól még szerethet, nem? A Dóra azt mondta, hogy könnyebb lenne, hogyha Gyula már nem lenne nekünk. Hogy talán könnyebb lenne élni. Én nem tudom meg. Én nem vagyok rengébes. Én csak... Mit akartatok tőlem? Miért mondtátok? Megyek oda. Én... Kimegy, bazd meg. Nem baj, hagyd menjen. Menjen? Persze, hogy az adás megvan, mehet. Okay, Alex, nem kell visszadumálni. Hadd menjen a kis csaj, jó? Zárja be. Semmi baj. Ti voltatok a családom. Én nem tudom meg... Nos, hát... Kifelé mindenkinek! Bizottság jön! Egyébként a vendégeket is fejezik meg bizottságba! Kifelé a stúdióban! Nem arra, arra menjél! Gyerekek, kifelé a stúdióban! Irányt is tegyétek bizottságba a költözőjébe! Nem arra, arra kifelé! Gyerünk, ne találvad kifelé! Gyerünk, gyerekek, dolgok! Hívjátok a mentőt! Alex, figyelj! Nézőket, statisztákat az első emeletre, a vendégeket pedig külön szobákba, az öltözőkbe. Világos? Researchok, operatőrök lent maradnak a stúdióban, teljes nyugalom és higgadság, azt kérem. Világos? Én meg lejövök is valakit. Nagyon megbaszok. Mit akarsz nekem most mondani? Mi? Azt, hogy miattad fogok börtönbe menni? Hogy a faszopó embered miatt fogok mindent bebukni? Mindent, amit itt látsz? Ezt akarod mondani? Mondd el, gyere! Hallgatlak! Figyelek! Bazd meg! Hogy a picsába kerülheted egy éles fegyver ebben a stúdióban, mi? Vakok vagytok, vagy mi? Nem ti lesztek holnap a címlapon, bazd meg! Nem a ti képetek! Az enyém! Kurva megvettük el az mellette, hogy beszopta a faszt 5 év után, mert a biztonsági emberi nem találtuk meg egy ekkora fegyvert, egy ekkora kislányvel, bassz meg! Kurva ilyen. Ti húzzatok el, gecibe. Most! Duma nélkül, gyerünk, menjétek már ki innen!
Innen senki nem megy ki, jó? Senki. Mobiltelefont mindenkitől elveszitek, és nem értek, hogy a takarítónál, a jó Isten bazd meg, senki nem hagyja el ezt az épületet. Árpád, Milán városminkben nincs túl jól. Mit mondjak neki? Azt, hogy jövök. Adjál valamit innom, légy szíves, kurva gyorsan. Adjál, én itt vannak a zsadók. Itt vagyok, itt vagyok! Jó napot kívánok! Jó napot, itt vagyok. Jöjjenek, legyenek szívesek. Itt van a stúdió, mutatok mindent. Mi semmihez nem nyúltunk. A statiszták bent ülnek egy külön váróteremben. A műsorvezető az öltözőjében van. És az összes kollégám itt van jelen pillanatban benne az épületben, semmihez nem nyújtott, jöjjenek, legyenek szívesek, utána mutatom, hogy merre menjenek. Mi csak nagyító alá tesszük azt, ami egyébként is ott van, ennyit csinálunk, felgyorsítjuk azt, ami egyébként is megtörténik. A csaj lehet, hogy két nap múlva ugyanezt megteszi otthon, vagy még rosszabb, hazamegy a kibaszott falujába, és az egész családot, mindenkit kiírtott, ki tudja. Mi van akkor, hogyha engem lő fejbe? Ha? Fölneveled a gyerekemet, hogy mi a fasz csinálsz? Észnél vagytok? Hát lehetett látni rajta, hogy bolond, hogy sült bolond. Hogy a picsába jön át? Hogy a faszomba jön át 80 kibaszott biztonsági őrön? Hogy a gecibe? Senkinek nem jut eszébe, hogy abban a kibaszott dobozban mi van? Hát ne legyünk már hülyék! Itt vagyok, bazd meg! Ide jövök! Csinálom, bazd meg, ti meg lelőttök! Észnél vagytok? Komolyan... Hol vagyunk, bazd meg, Afrikába? Hol a gecibe? Húzd a faszodra az egész stúdiódat, tudod, Árpád? Húzd a kibaszott faszodra az egész stúdiót. Menj haza. Mossátok le a sminkjét. Pihenj. Svédek? Azt majd elrendezem. Azt majd... Hát bízd csak rám. Jó? Én vagyok a stúdióban az asszisztens, a stage manager, az én feladatom, hogy televízió technikailag ez a televízió műsor jól működjön és menjen. Azt el tudja mondani, hogy itt mi történt? Igen, kijött a nő, kezében volt egy doboz, ekkor a rendező rám szólt, hogy küldjem be még egyszer, mert nem tudtuk, hogy a doboz. Tehát a doboz hogy került be? Hát nyilván azt látni kellett valakinek. Máskor is van olyan, hogy behoznak egy ajándékot egy dobozba. Ne kiabáljon velem, hát én kiabálok. De maga is megérted, hogy egy kicsit... Nem értem meg. De nem kiabál. Kezdjem a helyszínt, azt se tudjuk ki ez. Valaki az iratait kerítse már elő. Ákos, menjetek, bazd meg, nézzétek meg a nőnek a cuccai között, biztos van valamilyen irat. Nem tudom hányas öltöző, menjetek oda. Nekem televízió technikailag az a dolgom, hogy a stúdióban mi... Kiabáljon, hát folyamatosan kiabál. Tudja mit? Van nekem is, igen? Egy főnököm, van ennek a műsornak egy producere, menjünk oda, oda kísérem magukat, hát oda kísértettem magukat, és azt mindenféle kérdést föl tudnak tenni. Jobb, ő a felelős ennek oda, a... De igen? Mielőtt majd elmegy, az adatait felírjuk. Idegenkezőség kizárható. I am sorry. This is a very special situation, and you must understand. I need 2-3 more minutes, okay? And then we can talk. Yeah. We'll wait as long as necessary. Hát, megérdezem, soha nem történt ilyen, és ott a lány ezt a dobozt úgy behozta, hogy ajándéknak látszott. Jó, majd utána folytatjuk. Jövök!
Uram. Álljon meg, kezd lesz a terület. Csak ezt a táskát találtam. Kérem, hogy a táskát hagyja a helyszínen, megkérhetem? A statisztákat az első emeleten elzártuk, a stábtagokat nem engedtük el, a vendég szereplőit a harmadik öltözőbe bezártuk, én pedig, amit csak szeretnének, itt állok, segítek, csak mondják, jó? Jó, nyugodjon meg, nem hozzánk tartozik az ügy, nem gyilkosság történt, nem. Állami igazgatási eljárásban fog folytatódni, kerületi kollégák csinálják, úgyhogy mi el is megyünk a helyszínről. Ennyi értem, volt. Értem, jó. Egy kérdésem viszont lenne. Igen? A műsorvezetőt, a Milánt, a cukor Milánt, pontosan ő. Ő nincs jó állapotban. Nagyon megviselt őt. Ő nem mehetne haza. Gyerekek, mi végeztünk. Jöhetnek a holttestért. You know, I've been in this business for more than 25 years, and I've seen a lot, all over the world, TV shows, talk shows, and I can assure you that I have never, ever seen anything like this. So disgusting, so dirty, so filthy, so over the boundaries. And I can assure you, adesso jävla, jävla bra. It's so fucking, fucking good. Alltså på ett halvår, på ett halvtimme så visar ni mer känslor och mer drama än vad vi gör i Sverige på ett halvår. In half an hour you show more emotions and more feelings than in half an hour in half a year in Swedish television. Alltså det är så genuint, känslomässig öststats-TV när det är precis som bäst. It's genuine Eastern European media show when it's at its best. So congratulations. It's unbelievable. Right, see you tonight. Thank you. Thanks a lot. Good. Még? Válasz-e? Az a kék, jó van. Szia, apa! Már is? Micike, minden oké? Micike, minden oké?
dűsz és kész. Szenzációsan jó lesz a műsor, bámul egy tűzrendész. Még ő sem látott jobbat sehol, mennyi fény, mennyi élmény. Tréfa könny és izgalom, szem nem marad szárazon. Kedves nézők és hallgatók, nálunk minden szép és minden jó. Itt van nagy sztárok, látható. Csak ennyi kell, és ez már félség.